5 betegség, ami komoly ízületi panaszokat okoz. Ugye a reumatikus betegségek olyan krónikus gyulladásos folyamatok, amelyek a mozgásszervek különböző részeit érintik. Ugye a betegségek leggyakrabban az ízületeket, az izmokat, a csontokat, a szalagokat és a kötőszöveteket érintik, és gyakran fájdalommal, duzzanattal és mozgáskorlátozottsággal járnak. Ugye a reumatikus betegségek közé tartozik, az első a reumatoid artritis. Ez egy autoimmun betegség, mely a szervezet saját szöveteinek téves támadásaként jelentkezik. Ugye az ízületeket érinti, gyulladás, duzzanatot, fájdalmat és merevséget okoz. A második az az oszteoartritis. Az oszteoartritis, vagy más néven kopásos ízületi gyulladás, az ízületek porcának a leépülése és kopása miatt alakulnak ki. Na most az oszteoartritis a leggyakoribb ízületi gyulladási forma, és azzal jár, hogy ízületekben a porc elvékonyodik és megsérül. Konkrétan a porc elvékonyodásával és a csontok közötti ízületek súrlódásának a növekedésével jár. Ez okozza a fájdalmat, igazából a tünetei közé tartozik az ízületi fájdalom, az ízületi merevség, a mozgáskorlátozottság, leggyakrabban a térdekben, csípőben és a csuklókban és a kezekben fordul elő. A harmadik ilyen betegség az a köszvény. A köszvény az egy olyan betegség, ami a purin anyagcsere zavar miatt jön létre. Ugye a purinok olyan vegyületek, amelyek az emberi szervezetben természetes módon jelen vannak, és szükségesek az új sejtek képződéséhez. A purinok az ételekben is megtalálható, a fehérjék és különböző italok, például a sör és bor is tartalmazzák, és ugye ennek az anyagcserének a folyamatokként létrejövő húgysav, ugye kristályokként lerakódik az ízületekben, és úgy okoz gyulladást és fájdalmat. Aztán a reaktív artritis. A reaktív artritis egy olyan ízületi gyulladás, amely a szervezet egy korábbi fertőzésre adott immunreakciója váltja ki. Általában a bélrendszer vagy a húgyiti fertőzések, például a klamídia, a szalmonella vagy a kampilobakter baktériumok okozhatják. Ugye ennek a tünetei általában néhány héttel vagy hónappal a fertőzéses megbetegedés után jelentkezik, úgy, mint ízületi gyulladás és duzzanat formájában. Ugye az ízület gyullad, lesz fájdalmas, merevség jelentkezik, duzzanat jelentkezik, aztán a húgyúti tünetek jelentkeznek, egyes esetekben a betegek húgyúti fertőzésből eredő tüneteket is tapasztalhatnak, például vizelési nehézségeket vagy fájdalmat. Aztán a következő tünetcsoportja a szem és a bőrtünetek. A reaktív artritis egyes esetekben szem és bőrtüneteket is okozhat, például szemgyulladás, bőrkiütéseket vagy fekélyeket. Ugye a reaktív artritis önmagában általában nem súlyos, de a tünetek általában néhány hét vagy hónap alatt maguktól el tudnak múlni. Azonban a kezelés célja az ízületi gyulladás enyhítése és a tüneteknek a kezelése. Gyulladáscsökkentő gyógyszerek, fájdalomcsillapítók és esetenként antibiotikumok alkalmazásért szükséges lehet, ugye a fertőzés kezelésére és az ízületi gyulladás enyhítésére. Ötödik, azaz ankylozing spondilitis. Ez egy krónikus gyulladásos betegség, amely elsősorban az ágyéki gerincet és medencét érinti. Ugye ez fájdalmat, merevséget okozhat az érintett ízületekben, valamint a gerincben is merevséget és mozgáskorlátozottságot idézhet elő. Ezt egyébként Bekterev kórnak is szokták mondani. Ugye az immunrendszer reakciója miatt alakul ki, ami folyamatos gyulladást okoz az ízületekben és a gerincsigolyákban. A betegség elsősorban ugye a medence kereszt szalag ízületeket és azokat az ízületeket érinti, amelyeket a gerincet a medencéhez hozzákapcsolják. A tünetei az az ágyéki és hátfájás, ugye általában az első jele az ágyéki és hátfájdalma, amely hosszabb pihenés vagy alvas után rosszabb lehet, és általában enyhül ugye a mozgás során. Aztán reggeli merevség, az emberek gyakran jelentik, hogy reggel merevek és nehézkesek, a reggeli merevség akár eltarthat 30 percig is, ez is ennek a tünetei lehet. Aztán csökkent mozgékonyság, ugye egy progresszív merevséget és csökkenő mozgékonyságot okozhat az érintett gerincszakaszon. De előfordulhat egyébként szemgyulladás, ugye a szemgyulladás is jelentkezhet, vörös fájdalma szemeket és fényérzékenységet okozhat. És még vannak ilyen különböző ízületi tünetek, a vállak, csípőknél és más ízületeknél is. Főként genetikai hajlam, környezeti tényező következményeként alakul ki. Nem gyógyítható egyébként, de a kezelés célja mindig a tüneteknek az enyhítése, a gyulladás csökkentése és a betegség progressziójának a lassítása. A kezelés magában foglalhat gyulladást,
fájdalmascsökkentő gyógyszereket, fizikoterápiát, speciális testgyakorlatokat, ez szerintem nagyon fontos, ugye az érintett izületek támogatását. Fontos a rendszeres orvosi felügyelet és az ajánlott kezelés betartása. Jó, mondok még egy ráadást az ötön kívül, az pedig a lupus, ugye az is egy autoimmun betegség, amely során az immunrendszer tévesen támadja meg az emberi szervezet saját sejtjeit és a szöveteit. A lupus leggyakrabban a bőrt, az izületeket, a vesét, a szívet érinti, és tünetei lehetnek a bőrpír, a fáradtság, a láz, a fogyás, az izületi fájdalom és a vérképző rendszeri problémák. A lupus kialakulásának a pontos okai még nem ismertek, de genetikai tényezők, környezeti hatások, hormonális változások összessége valószínűleg hozzájárul a betegség kialakulásához. Ugye a kezelés általában gyógyszeres kezelést, fizioterápiát igényel, kiegészítő kezelések esetén különböző krémek, balzsamok használatosak. Ugye a kezelés célja itt is a tünetek enyhítése és a betegség súlyosságának a csökkentése. Ugye a reumatikus betegségek kezelése általában tüneti. Na most a fájdalomcsillapítók, a gyulladáscsökkentő krémek és a megfelelő étrend segíthetnek a tünetek enyhítésében. Az izületi panaszok esetén a krémek általában tüneti kezelést nyújtanak, azaz enyhítik az izületi fájdalmat, de nem gyógyítják meg a konkrét betegséget, de elviselhetővé teszik a mindennapokat. Jó, tehát a balzsamok használata, a magas hatóanyag tartalmú balzsamoknak a használata elviselhetővé teszi a mindennapokat, tehát nem érzel fájdalmat, és a mozgás egy kicsit szabadabbá válik. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, hogyha igen, akkor lájkoljatok, osszátok meg a videót, iratkozzatok fel a csatornákra, és legyen nagyon szép napotok, sziasztok!